Sokáig nem tudtam, hogy mit szóljak ahhoz a képregényhez, amit a kezembe kaptam. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy egyáltalán mit is beszéljek az utolsó előtti huszárról. Tudom nagyon jól, hogy már van videónk azzal kapcsolatban, hogy a nulladik rész az milyen célkitűzésekkel indított, illetve maga a projekt is végül milyen eredményekkel zárult. Viszont most érkezett el az a pillanat, hogy beszéljünk az utolsó előtti huszár első számáról, annak is az extra változatáról. Varga Bálint Bánk írta a történetet, Tuli Krisztián rajzolta, és Tuli Berke Adrien Tihanna színezte. Ez a történet eléggé sokrétű. Mondhatjuk akár úgy is, hogy nem egy teljesen hétköznapi, könnyed, képregényes sztoriról van szó. Tehát elsősorban érdemes akkor megbeszélnünk azt, hogy egyáltalán ez a képregény, ez milyen cselekményt próbál kifejteni, milyen szereplőket vonultat fel, és mutat-e valami újat. Az utolsó előtti huszár az első világháború idején játszódik egy ilyen alternatív múltban, ahol ugyanis léteznek úgynevezett fekete mentés huszár katonák, akiknek az a dolga gyakorlatilag, hogy paranormális jelenségekkel foglalkoznak, és megpróbálják ezeket kiiktatni, legyen szó szellemekről, illetve olyan lényekről, akik elég szoros részét képezik a magyar mondavilágnak, illetve a magyar hiedelemvilágnak. Meg nagyon sok népmesei figura is ugye megjelenik. A dolog csavarja itt igazából az, hogy ezek a mesei figurák, vagy mondabeli figurák itt nem segítő szándékkal vannak, hanem kifejezetten azért, hogy ártsanak az embereknek, és a fekete mentések azok, akik ezeket megpróbálják megakadályozni. És itt megismerhetünk több különböző szereplőt, leginkább akit ki lehet itt emelni igazából a Csillagszemű, illetve az ő testvére, aki szellemként van jelen az élők világában, és próbálják megoldani itt a dolgot, tehát rájuk fókuszál most az első szám különösebben. A történet szerint megismerhetjük a fekete mentéseket, akik a nagy háborúban, vagyis az első világháborúban tevékenykednek, és paranormális jelenségeket iktatnak ki, akik ártanak az emberiségnek. Jelen esetben a magyar népet sanyargatja. Ez azért is érdekes elgondolás, mivel a történetnek az írója és a képregény rajzoló is erőteljesen merítkezett a népmesékből, illetve a magyar népmeséknek a motivumait is ügyesen átvették, és ezt megpróbálták eléggé sötét köntösbe bújtatva, egyfajta ilyen kis horror, thriller-szerű hangulatot keltve bemutatni azt, amit már ugye mindenki ismer, mégis valami újat próbálnak vele mutatni, ami pedig eléggé jól befogadható, és egy kellemes olvasmányt tud nyújtani. Főszereplőnk ugye Csillagszemű, az egyik fekete mentés, aki a testvérével, aki már szellemként járja a halandók világát, hát közösen próbálnak egyrészt a fekete mentések tevékenységében aktívan szerepet vállalni, illetve mellette nem csak, hogy aktívan szerepet vállalnak ebben, hanem a saját magánéleti problémáikat is próbálják megoldani. Ez az, amit gyakorlatilag az első részhez felvezet. A történetvezetés egyáltalán nincsen panasz, nagyon jól felvezeti a szereplőket, magát a konfliktust, mi az, amire itt nekünk most fókuszálnunk kell, és ezt mind egy alternatív múltbeli cselekménysorozatba bugyolálja bele, úgyhogy mindenképpen egy szórakoztató olvasmányról beszélhetünk. Amellett viszont nem mehetünk el, hogy nyilván a szerzők törekedtek arra, hogy mindenféleképpen valamilyen szinten emléket állítsanak, vagy tisztelegjenek a magyar népmesék alkotói előtt. Itt most a rajztunk sorozatra is kell gondoljunk. És mellette beszéltünk arról is, hogy az alkotók megörökítették a régi színésznagyjaink arcképét a főszereplők karakterében, ezzel is tisztelegve előttük, és a munkásságuk előtt. A rajzok pazarok, némiképp egyszerűek, de lényegre törő, határozott vonalakkal dolgozik a rajzoló. Látszik, hogy érti a dolgát, és próbálja mindenképpen azért a magas stílusában visszaadni azokat az ismert alakokat, akiket mi már gyermekkorunktól fogva ismerhetünk, vagy a képzeletünkben, vagy pedig azért, mert mondjuk esetleg láttuk a magyar népmeséket. A színezés az nagyon tetszik, tehát nekem ott nagyon ezt a nagyon sötét, horror-szerű hangulatot adja vissza. Nem csak azért, mert mondjuk olyan időjárásban próbál gondolkodni a történet, hanem mert látszik, hogy a színező is nagyon jól érti a dolgát, és olyan
nyomasztó hangulatot tud megteremteni az olvasó számára, hogy egyszerűen az embernek a gyomra ökölbe szorul, akárhányszor próbál egyik kékhoz kerül a másikra eljutni. Tehát ezt mindenképpen elmondható, hogy maga a képregény az nem egy amatőr munka egyáltalán. Viszont olyan egy kicsikét, mint hogyha egy magyar banántigrist olvasnál, érezhetően, mint hogyha nagyon sokat merített volna a vaják regény sorozatokból. Szinte majdnem a koncepció és a világfelépítése majdnem ugyanaz, mégis eltér egymástól. Ugye a vaják az elsősorban lengyel hiedelemvilágra épít, illetve mellé még a közismertebb mondák, mesék, hiedelemvilágokból kiemel dolgokat sarkítja ki, míg itt viszont az utolsó előtti huszárban csak a magyarra fókuszál főkép. Úgyhogy ebből a szempontból érinti a kettő egymást, viszont nem koppintásról beszélhetünk, hanem inkább csak inspirációról. Mégis úgy gondolom, hogy tartotta azt a szintet, amit elvártunk tőle, tartotta azt, ami az adta a nevét konkrétan ez az egész sorozat. Nem arról van itt szó, hogy felszedik a pénzt, aztán eltűnnek szépen melegebb éghajlatra, és akkor évek múlva adnak ki nagy nehezen egy sietve megírt nagy, vaskos, sárga képregény kötetet, fegyverténként van meglobogtatva diátadókon, hanem ez tényleg egy olyan képregény sorozatnak az első része, amire én azt mondom, hogy mindenképp érdemes ezzel még foglalkozni, van benne kreatív munka, már csak azt kell elérni, hogy akkor az inspirációkon túl egyre több és több egyedi történet legyen benne, egyre több és több egyedi pillanat, mozzanat, ne csak tisztelgésből álljon, hanem igenis abból, hogy lehet ezen ütős horror témába bújtatott magyar képregényt is csinálni. Én összességében ezeket gondoltam, hogyha ne adj Isten van tapasztalatod ezzel a képregénnyel kapcsolatban, elolvastad, akkor várom a véleményedet kommentben, ha pedig még nem tetted, akkor kérlek iratkozz fel a csatornára, kövess minket mindenhol, és hogyha érdekel a képregény, illetve a kiadónak a munkája, akkor irány a leírás, és ott a linkre kattintva minden információt meg fogsz találni. És elkezdett fújni a szél. Legközelebb találkozunk, sziasztok!